Hello, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, és ebben a videóban egy játékot szeretnék megmutatni, vagy bemutatni, ami nemrég jelent meg. Steamen elérhető, teljesen ingyenes, és ennek a játéknak a neve Blood of Steel. Ez a játék nagyon hasonlít mind a Conqueror's Blade-re, mind a Mountain Blade sorozatra, tulajdonképpen egy online stratégiai játék. Annyi különbséggel, hogy itt hősök vannak, hírók, nem warlordok, nem egy szimpla karakter, amit te készítesz el, hanem itt előre elkészített hősök vannak, és ezek a hősök, hát történelmi emberkék lennének, parancsnokok, királyok, uralkodók, vagy csak szimplán hadvezérek, de mindent szépen bemutatunk. A játék maga teljesen ingyenes, ugyanazt nyújtja, mint a legtöbb ilyen online stratégiai game. Tudsz szimpla csatákat menni, tudsz ostromot menni, annyi különbséggel, hogy itt nem muszáj elérni a megfelelő pontszámot, ami bizonyos játékoknál, hát el kell, mint például a Conqueror's Blade-nél, a szimpla Field Battle-nél, addig nem nyer az egyik csapat, ameddig el nem éri a maximális pontszámot. Itt nem muszáj elérni a maximális pontszámot, ha nyílt csatáról van szó, hanem mindössze vagy eléred a pontszámot, azzal, hogy elfoglalod a pontokat, vagy lemészárod az ellenfél összes parancsnokát, és ezzel nyertetek. Nem muszáj az összes katonát, elég, ha a parancsnokok meghalnak, akkor nyertetek. Most ebbe a kisebb videóba szeretnék pár ilyen meccset menni, mind a normál meccset, mint a zizét, a nyílt terepi csatát, és utána mindegy ostromot, és remélem, hogy mind a két harc vagy csata jól fog zajlani, szóval csapjunk is bele. Még amit na akkor meg kéne nézni, az ami itt van, nem itt van. Játékon belül ugyanúgy minden játékban van Battle Pass, vannak skinek, van minden, tehát nagyon sok mindent tudsz csinálni. És akkor itt vannak a hírok a Hero Gallery-be. És látjátok, hogy akkor itt vannak az emberkék. Leonidas, ezt még mindenki ismeri, most pont azért mondtam őt. Van Edward király, Alexander, Spartacus, kínai történelemből, európai történelemből. Még látom, hogy van itt egy japán emberke is. Tehát kb. Így mindenkit majd szerintem idővel, Cézár is. Nagyjából mindenkit bele fognak rakni. Van Szent Johanna is, Arthur király is, mindenki van, nem fog senki sírni, mindenki megtalálja magának kedvező emberkét. Ami még talán így említésre szorul, hogy itt is fel tudod építeni a karakteredet külön ilyen kis kövekkel, hogy nagyobb sebzést osszál le, vagy több HP-d legyen, vagy nagyobb védelmed. A karakterek szintelésével, vagyis a hősök szintelésével azok plusz sebzést kapnak mindig, tehát egyre nagyobb sebzésed lesz és kicsivel több HP-d. Ami talán egyedi, hogy itt egyedi. Hát egy csapatot vezére, vagy vezényelsz, és azaz egy csapat, az mindig a hőstől függ, mint például ezzel a karakterrel, vagy hőssel én kartforgatókat irányítok, még ezzel már számszerélyászokat. Mondjuk volt itt még egy ember, akivel ugyanúgy számszerélyászokat tudtál, csak a különbség a számszerélyászoknál is van, mivel van, amelyik szimplán csak egyesével lő, van, amelyik sorozatba lő, van, amelyik ilyen területsebzésre lő, tehát egyszerre három ilyat lőnek ki meg, etc. De mondjuk én még nem nagyon játszottam ezzel se, meg ezzel a karival se, szóval most megyünk akkor, igen, ez mondjuk egy skin lenne. Menjünk egyet Johannával, egy nyílt csatát, és talán megyünk ezzel az emberkével, egy talán vele kellene, attól függ, hogy milyen gyors lesz az a csata, mert ha gyors lesz az a csata, akkor nyomunk még egyet ezzel, egy szimpla izé csatát, és utána megy egy ostrom izé csata, jó, meg azt mondtam. A matchmaking, én azt mondom, hogy eléggé
gyorsan talál, nem kell sokat várni a játékosokra. Kb. Így néz ki, innen indultok ti, valahol innen indul az ellenfél. Itt be tudod rakni, hogy te hova akarsz menni, ami természetesen középre akarunk majd menni. Igen, Johannával megyünk, berakjuk a prepare-t. Itt egy pontot kell foglalni, vagy megölni az összes ellenséges hőst, parancsnokot, szóval nézzük, hogy mit tudunk alakítani. A játékra amúgy én is nemrég találtam rá, mert unatkoztam, azt így nézegettem a Steam-en, hogy mik vannak, azt így bedobta az arcomba, hogy próbált ki. Na nézzük, kikkel vagyunk, van olyan, hogy Ling Tong, én, Cézár, Amunet, ő, nem tudom, hogy ki valami arab emberke lenne, vagy nőszemély lenne. Huang, második Filip és Stefani. Mondjuk Stefani se tudom, hogy ő honnan van, de valami, biztos valami történelmi nőszemély, akit csak én nem jegyeztem meg az órákon, vagy nem voltam annyira figyelmes, de na, ez is az is gömbölyű. Szóval, valami ezt hozzá tudok szólni, valami ez nem. Elnézést kérek ilyen szempontból, ha néha történelmi badalságokat mondok, de... Nézzük. Na. És van kardunk. Jó. Oké. Az, amit ott láttok, azok lennének az automata számszeríjak. Ezek a kék csíkok, amik úgy repkednek. És őket itt kellene megtámadni. Jó, kiválasztjuk a... Mondjuk a harcrendszer az nem olyan hatalmas. Főleg, hogy így kb. Most mindenki egy kupacba volt, nem is láthatok szerintem belőle semmit. És ki tudod végezni az embert a C betűvel. Tehát ez egy olyan gyors rata, hogy szerintem majd nyomunk még egyet, mert itt semmit nem láttok. Katonáidat tudod ugyanúgy irányítani, parancsokat tudsz osztogatni. F1 a follow, F2 a simple move, F3 az attack és F4 a visszavonulás. Ez bal oldalt a felső sarokba láthatják az emberkék. És ott látod, hogy mennyi katonád van, nekik mennyi HP-juk van még. Szóval... Szóval a játék mindent odaad, amit csak kell. Mindent tudjál, mindent halljál. Na, valaki nagyon beindult. Jó, még valahol itt van. Kinyírta. És még itt van egy. Ő már egy íjász. És ennyi lett volna egy csata. És nyertünk. És egy pillanatra befagyott a kamera. És itt ugyanúgy kimutatja, hogy nekik a contribution, wow. Legtöbb hero, legtöbb assist, legtöbb katonát tölt meg. Na, itt van a karakteres szintje. Itt van a te összinted. És így van külön összinted. És akkor szerencsére ez gyors volt. Thank you. Szóval lenyomunk akkor még ezzel a nőszeméllyel is egy ilyet. És utána gyorsan lenyomunk egy ostromot. Köszönjük. Mondjuk ezt minden meccsel én elmondja, szóval... Itt azért használnám őtet, mert az ostromnál íjászt, attól függ, hogy támadó vagy védő vagyok, azért azt... Mindig érdemes szemügyre venni, hogy kb. Mivel vagy, és a szerint dönts. Hogy kb. A csapatodban mik vannak. Kartforgató, kartforgató, lovas. Íjászok, neki is íjászok vannak, kartforgató, na van két lovas csapatunk. Két íjás csapatunk, és
3 kart forgató csapatunk. Na hát akkor ez még nem is egy rossz összeállítás. És hogyha itt van például még egy skin, Anubis, Ling Tong Scorpion, Lady Zhurong, azaz. Edward király, Angor király, léptet fakó lován, és nem folytatom, mert akkor itt nagyon csúnyába torkollana a videó. Másik Scorpio, Ling Tong, ez lehet megint valami trial verzió, hogy egyszerre többnek van, vagy csak nekik azt tetszik, és Gerald. Jeruzsálemből. No. Iron English Longbowman. Burst Crossbowman, akkor ennek is valami nagyon szexi számszeríja kell legyen. Maga a grafika, ha épp arról van szó, én azt mondom, hogy nem olyan rossz. És miért laggol nekem ennyire a kamerám? Na mindegy, ezért elnézéseteket kérem, hogy... hogy valamiért nem úgy működik a kamera, ahogy kellene. És ha általában IS csapattal vagy, akkor próbálj valahogy ilyen gyalogos társaddal menni, akinek mondjuk gyalogosai vagy más közelharci egységei vannak, mert IS-okkal nem jó közelharcba bonyolódni. Egy de gyors vagy, hogy a bűn vigyen el. Ők ott len vannak. Maga a grafika, én azt mondom, hogy nem rossz. Ahhoz képest, hogy kb. Milyen a gépigény a játéknak, mert például ez megint egy jó kis mérvadó a játéknál, hogy nem kell nagy gép, nem kell hűderős videókártya, tudom és én mennyi RAM, mivel elég szépen fut a játék, van gyengébb gépeken is. Amit mondjuk bizonyos játékokról nem lehet elmondani, mert megvan a megfelelő és eléggé szép rendszerkövetelményük egyes játékoknak, mint a mostani Mountain Blade sorozatoknak, meg a Conqueror's Blade-nek. Általában megvannak az elég jó pár giga RAM, meg ilyen-olyan videókártya. Diászok vannak. Megpróbáljuk őket itt hátba csapni. És sikerül. We are capturing an objective. Double kill. We've taken an enemy objective. Double kill. Jó, ez nem nekem való. Spartacus, ne szaladj el! Na mindegy. És kinek vannak kutyái? Jó. És már csak az az egy parancsnok él. Hát akkor ebből a meccsből se láttok sokat a harcról, de az elsőbe talán épp tudtam valamit mutogatni. És igen, tudsz védekezni a játékban mondjuk. Tehát eléggé klasszul megoldották. És oké, nyertünk. Hát nagyon klassz volt. És ő egyedül mindent megcsinált. Wow, és tudtok lájkot adni, mi lájkoljuk a nőszemélyt. Na, de akkor menjünk tovább, és akkor játszunk egy... egy izét. Játszunk egy... Siege-et is. Szerintem vele fogunk menni. Vagy... vele? Nem, megyünk vele, megyünk Johannával. Jó lesz.
Megyünk egy Siege-et. Ezt is lássátok, hogy kb. Milyen. Még itt látjátok a chat, itt mindig pörög. Általában itt mindig van duma. Tehát aki csak csetelni akar a játékon belül, az se fog unatkozni. És valaki fel akar venni barátnak, vagy mi. Time report. Ja nem, csak hogy kaptam valamit. Hát jó van. Majd megnézzük. Achievement. Milyen a... Vannak a játékon belül ilyen achievementek, hogy ölsz egy bizonyos hőssel, meg bizonyos egységekkel, meg bizonyos mennyiséget, tehát na. Játékon belül van pénz is, ezek a kis ezüstérmék. És kb. Ilyen ezüstérmékért tudod az összes hőst feloldani. Már amennyire az egész, az összeset fel akarod, de oldani ne talán. És ilyet kb. Így a harcokból tudsz gyűjtögetni, szóval maga a fizetés nem annyira erőltetett a játékon belül. Ha megtetszik egy skin, vagy betülpesz be, látsz valami olyat, ami neked nagy talán kellene, akkor oké, megveszed, vagy fizetsz rá, de nem kényszerít a game, hogy folyton fizess érte valamilyen okból kifolyólag, és hogy a bűn vigyen el, hogy miért nem fogadtad el, hogy a... Jó van, köszönjük. Nem akarok szépeket mondani. Na. Hajrá. Gyertek már, ne szívassatok, most miért vagytok ilyenek? Miért kell velem kitolni? Mondjuk erre azt tudom mondani, hogy van, aki berak így a zizét, a prepared, és közben kimegy azt csinálni egy kávét, vagy hoz be magának valami harapnivalót, vagy épp a kutyájával megy, azt fut egy kört az udvaron, mert nem akarok szöbeket mondani. És akkor így elmarad a... The blue buttons below the map are the deploy points you can choose. Select one and click it. Támadók vagyunk, szóval akkor nem baj, hogy nem megyünk ki, mert van egy csapat íjászunk nála. Oké, itt megyek. Kardos, lovas, kardos, kardos, íjász, kardos. Jó, elméletileg ez jó kéne legyen. Akkor menjünk. Tudtok már nem jön, mint Cézárral. Csomó hőssel tudtok menni, szóval itt mindenki megtalálja az ő stílusának megfelelőt. Joanna, Cézár, Lington, Harald, Arthur és Zhang Bao. Itt nem tudjuk, hogy kik vannak ellenünk, mert csak az ikonjaikat, mármint a profil ikonokat és a nevüket írja ki. A csapatokat meg, hogy milyen hőssel vannak, azt nem. De nem baj. Be kellene jutni. Ott megy két csapat, akkor nekünk erre kellene menni. Kicsit fura, hogy széve kell itt minden mozdítani, de nem baj. Emeld fel, jó. Majd már itt van Alexander és a brigád, jó van akkor. Akkor miért egy kicsit megtréfálnánk. Ki jött a tevékkel, becsinálok. Ezek íjászok. Na akkor nem. Akkor bemegyünk. Ha ő kijött, akkor mi kihasználjuk az alkalmat és bemegyünk. Na. És hol vannak az embereim?
a saját HP-t ad is tudod regenerálni, így. És most csapjuk hátba. Oké, okay, kivégeztük. Let's go. Double kill. De miért nem támadtak? Hát... Nincsen katonám. Ha még volt a köten, na mindegy. Mondjuk mikor így kómába kiütnek, mondjuk ez jó, hogy most így kiütöttek, akkor legalább ezt is be tudom mutatni, hogyha nem ölnek meg, akkor te saját magadat fel tudod éleszteni. Ha meg kivégeznek, akkor megvársz 30 másodperc, ameddig újra feléledsz. Ebbe a módba. A szimpla csatákban nem tudsz feléledni, csak itt. Legalább van egy asszisztom. És milyen baja van a kamerámnak, hogy nem működik? The gate is open. Victory lies ahead. Brothers, let's get inside. Támadjatok ma. The gate is open. Victory lies ahead. Brothers, let's get inside. We are capturing an objective. Elos. Elos, elos. We are capturing an objective. Jó van, akkor már nem. We are capturing an objective. Okay. Follow me. Okay. Yeah, we are capturing an objective. Triple kill. Nothing else, I'm yo. We are capturing an objective. Elaz. Sikerült feljutni, csak melyiket foglaljuk? Az alt, jó. We are capturing an objective. Oda kellene menni segíteni akkor. We are capturing an objective. Kik vannak? Nem tudom. És most pedig így működik. Már amennyire. A kamera. We've taken an objective. Egy. Mi van te mocsa? Gyere ide, elszaladja. Double kill. That was. Ez a mondjuk kihílálni a csapatokat nem tudod, mindössze új embereket kapsz, minimális HP-n és így vissza kell töltődjön passzívan a HP-juk, mondjuk ez is csak ez a módban elérhető, mert a normál
csatáknál nem tudod ezt alkalmazni. Ti menjetek oda. Okosak ezek is, csak meghalnak egy rakásra. Most elnézést kérek amúgy, hogy így a kamera nem nagyon akarja megadni magát annak, amit én szeretnék, de így látom, hogy így most a videó közepe fele meg végén én már nagyon megadta magát. Ilyen szempontból, de nem baj. Elvégre a lényeg a game, nem pedig a kamera. Szóval... We've taken an objective. Follow me! Everybody, attack! Lol, mivel lőttek le? Ja, hátunkba kerültek. Ha háromszor. Jó. Mondjuk már csak a bázisuk maradt, amit még majd el kell foglalni. Már lehet, hogy most ezt az ostromot nem nyerjük meg, de nem baj. Így. Ilyen messzire rakottam be magam. Na nem baj. Menjünk. És igen, akkor ilyen messzire rakottam be magam. De ez nem jó amúgy. Nekünk emelre kellene menni. Elasz. Elasz. Na. Úgyis ez a lényeg, hogy elfoglaljuk az enemynek a bázisát. Oda menjetek. Mely, de hogy a... Na majdnem szépet mondtam, nem baj. Ameddig élünk, addig élünk. De addig foglaljuk a bázist, nem adjuk meg magunkat. Elasz. Jézusom, mi van itt?
Na fene. Ketten vagyunk, hol van többi csapattársunk? Ők még ott vannak. Jó van, de legalább jönnek. De már félig elfoglaltuk. Hát majdnem félig, 38%. És akkor ott van egy jó. Karddal mennénk, mert az gyorsan. Gyorsan üt. Gyorsan tudunk ölni vele. Na nézzük. És be kellene jutni. Valaki jól fejre esett itt. Na, akkor csak. Csak nyerünk még a végén. We are capturing the enemy base. We are capturing the enemy base. We're running out of time. Everyone, attack at all costs. We are capturing the enemy base. Menjenek oda támadni. Double kill. We are capturing the enemy base. Elasz. Csapjátok le a lóról. Csapjátok le a lóról. Elasz. Elasz, elasz. Na, nyerünk. Na, és nem. És nyertünk. Az utolsó másodperce megnyertük. Ez kemény. Hajszál híja volt. És akkor ez is itt van, fél órás videó. Assist King, azt a büdös. Enemiből természetesen, de nem baj. Mi se voltunk azért olyan rosszak. És nem megyünk. Hát és kb. Ennyi lenne a játéknak az oldala. Mivel én sem vagyok olyan nagyrangú, nem tudok én olyan sokat mondani. Magáról a játékról, hogy azt mondjam, hogy milyen profi meg vagyok benne, mert ez nem igaz. Ja. Van kampány is. Látom, hogy eléggé nagy szinttől van ez a kettő. Most zárva van. Itt még van Hero Arena, látom, level 22-től. Van Territory War, itt biztos foglalni tudtok. Ez Arcade, vagyis Arcade, ez gondolom ilyen
questeket kell csinálni, elfoglalni egy pontot, megölni bizonyos ellenfelet. Tréning, hogy tanulj, és vagy gép ellen farmolgatsz pénzt. Na, kb. Ennyi lenne a játék, srácok. Remélem tetszett a videó. Elnézést kérek azért, amiért a kamerám jó párszor megadta magát, így annak ellenére, hogy újraindítottam. Csak most kb. A videó végére lett hajlandó megint működni, szóval ezért bocsi. A játék az maga kb. Ennyi lenne. Még majd szerintem lehet, hogy erről is lesznek videók, annak függvényében, hogy mennyire fogok vele játszani, de biztos, hogy még fogok, mert kíváncsiság az még mindig hajt, hogy kb. Még mit akar a játék, mert csak épp, hogy karcolgatom a leges-leges legtetejét a game-nek. Én remélem, hogy pár embernek meghoztam a kedvét ehhez a játékhoz is. Próbát megér minden esetre. Örülök, ha megnézel a videót, mint bla 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 bla, igen, remélem tetszett, bla 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 bla, már a végén én fogom unni mindig ezeket elmondani a videók végén, szóval ha elmarad, akkor elnézést kérek, de akkor már azért nem mondtam, mert már a hócipam is tele volt ezzel a mondókával. A szokásos, örülök, hogy megnézted, bla bla, tetszett, jó, igen, minden, remélem, élvezted, kicsattantál az örömtől. És akkor egészen is a következő videóig. Hellóztok!